A mai videóban egy kezdő kombinációt fogok nektek mutatni, méghozzá forgóródon. Mielőtt belevágnánk a maiba, szeretnélek arra biztatni benneteket, hogyha volna bármi kívánságotok, hogy mit szeretnétek látni a jövőbeli videókban, akkor azt bátran írjátok meg nekem kommentben, és pedig vágjunk bele a maiba. Egy szék variációval fogjuk indítani. Mindenek előtt megmutatom nektek, hogy ez hogyan is néz ki pontosan. Tehát a kiinduló helyzetben a belül lévő kéz fönt van magasan nyújtott könyökkel, a belül lévő lábunkkal tenni fogunk egy kilépést, onnan veszünk lendületet, és a külső lábunkat fogjuk keresztezni a belül lévő lábunkon. Ezt egy picikét megtartjuk, és most egyelőre visszajövünk belőle a talajra. Ami ennél a forgásnál fontos lesz, az, hogy a törzsünket végig tartsuk feszesen, hogy ne tudjon minket elvinni a lendület. Innen pedig úgy fogunk menni tovább, hogy a széket megtartjuk egy pillanatra, és utána szembe fogunk fordulni a rúddal. Tehát indul a szék, keresztezzük a két lábat. Picikét tartjuk, és utána szembe fordulunk a rúddal. Itt nézünk a felső kezünk irányába, és közben homorítunk, amennyire csak tudunk. És ebből most egyenlőre visszajövünk a talajra. Amikor szembefordultunk, a két láb marad ugyanúgy keresztezve, és arra figyelünk, hogy toljuk ki a mellkast, és toljuk ki a feneket, homorítunk, amennyire csak tudunk, és közben fölfelé néz a tekintetünk a fölül lévő kezünk irányába. Ezt a kis pózt is megtartjuk majd egy pillanatra, és nézzük is, hogy hogyan megyünk tovább. Tehát indul a szék, fordulunk szembe, innen hátra fordulunk, nyújt a két térd, és kifordulunk oldalra, egy oldalt nyílva. És ebből pedig a belül lévő lábunkra lelépünk majd a talajra. Tehát itt az történt velünk, hogy szembe voltunk a rúddal, itt a két láb föl volt húzva, két láb még mindig keresztbe. Innen hátrafele fordultunk a fölül lévő kezünk irányába, a két lábat pedig egymás mellé zárjuk nyújtott térdel, és egy ilyen kis csuka mozdulattal lendítjük őket magunk elé. Tehát szék és szembefordulunk, innen hátrafordulunk, lendít a két láb, és fordulunk ki oldalra, oldalt nyíl. Az oldalt nyílnál a külső lábunk van nyújtott térdel. Oldalirányba, a belül lévő térdünket pedig behajlítjuk, de térdet lehet egy picikét befele forgatni. Miközben ezeket a forgásokat csináljuk, nagyon fontos, hogy a törzsünk végig feszes, hiszen így fogjuk tudni kontrollálni az irányváltásokat, illetve a lábváltásokat. És akkor menjünk is tovább az oldalt nyílból. Tehát az oldalt nyílat megtartjuk egy pillanatra, és innen nyújtjuk a belül lévő lábunkat előre, és le fogunk lépni vele a talajra. Ahogy letettük a belül lévő lábunkat, kilépünk magunk elé a külső lábbal, és innen csinálni fogunk egy piruettet, ami a következő képen néz ki. Fordulunk a rúd felé, és innen csinálunk egy átfordulást. Beszéljük meg részletesen, hogy ez a piruett hogyan is történik pontosan. Tehát megérkeztünk az oldalnyílból ide a belül lévő lábunkra, innen kilépünk magunk elé a külső lábunkra, és rátesszük a testsúlyt a külső lábunkra. Innen elkezdünk fordulni a rúd felé, és keresztezzük magunk mögött azt a lábat, ami a fölül lévő kezünkkel ugye azonos. Én most jobb kézre dolgozok, tehát a jobb lábam van hátul, a bal lábam van elől. Itt elsősorban a bal lábon van a testsúly, a jobb láb csak segít egy picikét majd egyensúlyozni. Innen a bal kézzel átfogunk ide a jobb oldalra, le egészen csípő magasságba, és elkezdünk fordulni a fölül lévő kezünk irányába. Közben kiengedjük a fölül lévő kezet, átgördülünk a kézfejünkön, és visszafordulunk egészen menet irányba, és továbbra is azon a külső lábon, a bal lábon van a testsúly. Itt a jobb lábat már fel is lehet húzni, hiszen majd egy jobb,
térdhajlat akasztással fogunk menni tovább. Nézzük a piruettet még egyszer. Tehát megérkeztünk a belül lévő lábunkra, innen kilépünk előre a külső lábra, fordulunk a rút fele befelé, és visszafordulunk menetirányba, külső lábunkon van a test súly. És akkor nézzük a kombinációnknak a legvégét. Ahogy megérkeztünk a piruettből, a külső lábunkon van a test súly, hogy ezt a belül lévő lábat be tudjuk akasztani térdhajlatnál. Ez a térdhajlat akasztás jöhet jó magasra, tehát csípő magasságba, vagy akár egy picit magasabbra. Fölül lévő kezünk marad jó magasan, másik kéz jöhet ide mellkas elé. Innen lendületet veszünk, beledőlünk a forgásba előrefele, és hozzuk a külső lábunkat körbe, és keresztezzük az akasztott lábunkon. Itt, hogyha jól tart a térdakasztás, és jól tart a fölül lévő kéz, akkor meg lehet próbálni elengedni az alul lévő kezet. Utána visszafogunk, levesszük a külső lábunkat, és kilépünk a forgásból. Ennél a forgásnál arra figyeljünk, hogy itt is nagyon szépen kihúzzuk magunkat, a tekintetünket pedig fordíthatjuk befelé egy picit a fölül lévő kezünk irányába, vagy kifelé az elengedett külső kéz irányába. Most pedig, hogy megvolt a teljes kombinációnk, nézzük meg még egyszer egészben. Fölvesszük a kiinduló helyzetet, belül lévő kéz fönt van magasan, fölemelkedtünk lábujjhegyre. Innen belül lévő lábbal teszünk egy kilépést, indul a szék variáció. Ezt megtartjuk egy pillanatra, és fordulunk a ruddal szembe. Onnan hátra fordulunk, lendít a két láb nyújtva zárva, és kifordulunk oldalt nyílva. Ebből lelépünk a belül lévő lábra, és jön a piruett, a piruettből belül lévő tért akaszt, jön a külső láb keresztbe, elenged a külső kéz, és visszafog. Kilépünk a forgásból, és meg is érkeztünk a kombinációnak a végére. Ha fejben már összeállt a kombináció, akkor ne felejtsétek el megpróbálni a másik oldalra is. Megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra még több hasonló videóért. Találkozunk legközelebb, addig is jó edzést kívánok nektek, sziasztok!